A nagycsoportosok műsorával kezdődött az Ajaki Rozmaring Ovoda és Bölcsöde új szárnyának átadó ünnepsége. A rendezvényen elhangzott, a bővítésre nagy szükség volt, ugyanis a kiemelkedően magas létszám miatt már nehezen lehetett a gyerekekkel foglalkozni. 30 fős csoportokkal mentünk, és úgy tudjuk, hogy nagyon nehéz egy csoportban annyi gyereket nevelni, megfelelni a 21. század igényeinek és a szülők elvárásainak, és azon örültünk ennek az óvodabővítési pályázatnak, mert így lecsökkent a csoportokban a létszám 21, 22, 23 fős csoportok vannak, így 2016. szeptember 1-től 5 csoporttal és 3 bölcsődei csoporttal működünk költségvetési forrásból mintegy 35 millió forintot költöttek a beruházásra, melynek keretében új csoportszobát, nevelői szobát, könyvtárszobát és öltözőt alakítottak ki. Ugye a forrás az a belügyminisztérium pályázati forrásából volt, és 95%-os támogatási intenzitást jelentett, 5% saját erőt a város önkormányzatának képviselőtestülete adott hozzá. Az ünnepélyes átadón elhangzott, a továbbiakban is terveznek bővítést, ugyanis a bölcsőre tártházzal működik, valamint saját tornatelme sincs a komplexumnak.